Elérkeztünk a hét utolsó munkanapjához, péntekhez, ez a Kanizsa Café, és hát olyan dologról fogunk beszélgetni, amihez kapcsolódóan szerintem mindenkinek van élménye, tapasztalata, jó, akár vagy rossz. Tatár Csabával és Jánosi Ferenccel szervusztok, köszönöm szépen, hogy ma is megtiszteltetek bennünket. Itt láthatják is a képernyőn, hogy a kütyű-műtyükről fogunk szót váltani 20-20 pár percben. Hát mi a kütyű-műtyű? Azért először tisztázzuk, hogy ki mit hív annak, mert hogy használatos kifejezés, divatos és gyakorlatilag a mindennapi beszélgetéseinkben is előfordul, de ki mit tart annak, mert az értelmezése is lehet egészen tág. Lehet a kütyűbütyű egy ilyen divatos kis játékszer, ami éppen most felkapott, és akkor kis kütyüzünk vele, babrágatjuk, esetleg vissza is tud szólni. Mint például manapság kütyümütyű kategóriába tartoznak az okostelefonok, amit nem biztos, hogy erre készült, hogy kütyümütyű legyen belőle, de annyi embert látok okostelefonnal rohangálni, aki azt tudja, hogy mi az, hogy telefon, nem az, hogy okostelefon. Nekem nincs okostelefonom. Hagyományos van? Hagyományos van. Nyomógombos, rendes. Nem nyomógombos, érintőképen is, de... Kurb is van neki de, még, tehát... De, igen, kurb, tekerős vonalas, és így futok, így hátamon a kábeldobbal. Ja. Feri a hagyományok hívják. És fölhívod a központot, crossbar, és életet kapcsoljanak. Aha. Ez hát. Rossz vicc, de egyébként nem. Szóval jó dolog a technika, meg a technikai fejlődés, meg az új dolgok, az újdonságok, csak meg is kellene tanulni azokat a kütyümütyüket használni, kezelni megfelelő módon. Tehát játékszernek megvenni egy telefont, az luxus, fölösleges. A kisgyerekek kezében látom az ilyen kütyűmütyüket, az meg elkeserítő szerintem, nem gyerek kezében való általános iskola alsó tagozatában, vagy még talán még óvoda, nem tudom. Ezek a kütyük szerintem nem maga a kütyükkel van a probléma, szerintem. Habár a kisgyerekek, akik még nem a net világában élnek, a kisebbek is ilyen kütyűmütyükkel rohangálnak valóban, és akkor azon mi megy gyakorlatilag a folyamatos játékok. És ahelyett, hogy egymással játszanának és rohangálnának, ehelyett leülnek egy telefonnal és azon rekordokat döntögetnek. Nem azt mondom, hogy a nap egy bizonyos idejében nem lehet ilyeneket kipróbálni és játszani. Persze, hogy szeretik a gyerekek, színes, tök jó, szuper. Csak hogy ne csak erről szóljon, hanem néha menjenek is ki az udvarra és játszanak is egyet. Ez nagyon-nagyon elveszi az idejüket, ez a kis kütyű. Aztán a nagyobbak, akik meg már föl tudnak menni vele, mert ugye már ezekkel az eszközökkel mindent meg lehet csinálni, fölmennek a netre, inkább akkor a net jelenti a problémát szerintem, hogy a nettől nem tudnak elszakadni, és pont az ilyen társasági oldalakról nem tudnak elszakadni. Meg az ilyen, nem tudom, online játszható játékoktól nem tudnak elszabadni. A játékra szüksége van a felnőttnek is, de hát nem biztos, hogy pont a kütyűmütyűs vagy a számítógépes játékra. Van társasjáték is, az mennyire jó, hogy leülünk igen. otthon és társasjátékozunk a gyerekekkel, vagy akár egymással is, mert activity. Hát én erőltetem, tehát nekem a gyerkőcökkel én minden este gyakorlatilag vacsora után azt mondom, hogy zuhanyozásig akkor vegyünk elő valamilyen társasjátékot. Tehát én ez meggyőződésem, hogy egy ilyet kell csinálnunk, és hogyha éppen a fontos kütyümütyűs dolga lenne mondjuk a lányomnak, akkor is megpróbálom rávenni arra, hogy inkább na majd előbb játszunk egyet, vagy intézd el, kapsz 10 percet arra, hogy 15-öt, hogy elintézd a dolgaidat, ami nagyon fontos ott, és gyere, igenis üljünk össze, és játszunk egyet az asztal körül valamilyen társas játékkal, amit mondjuk te választhatsz ki. Tehát próbálom úgy rávenni, hogy azért tényleg el tudjon szakadni, és utólag sose bánják meg, ha végre egyszer el vannak szakítva ettől a kütyüzéstől. Ezek a kütyük, ezek mennyiben változtatták meg az életünket? Tekintsük kütyűnek akár a laptoptól az MP4 lejátszóig mondjuk mindent, ami ebbe tartozik, mert hát mindannyian, ha magunkon végignézünk, akkor éltünk abban a korban, amikor még tényleg falunként három vonalas telefon volt, meg ha elmentél úttörőtáborba, akkor onnan a bedobós utca sarki fülkéből tudtál hazatelefonálni, hogy szia anyu, jól vagyok, minden rendben, de már szaladok is, mert játék van, mert Balaton van, mert bármi más. Ma már nem így néz ki ez az élet, pedig ez szűk 30 esztendő nagyjából. Hát gyorsan változnak az idők. Igen, most én valamelyik este beszélgettem éppen a gyerekeimmel arról, hogy én milyen mobiltelefonnal kezdtem, mert hát nem volt az olyan régen, és sokáig tiltakoztam, ugye akkor még bunkófonoztuk a mobilosokat, gyakorlatilag én sokáig tényleg nem akartam telefont, aztán amikor azt mondtam, hogy na jó, van, akkor legyen már, mert a zenekar vezetéshez azért az mégiscsak jó, hát már sok éve ment, és ez nem volt annyira régen. És akkor még milyen készülékekről beszéltünk, most már se tudják ők képzelni, hogy úristen, olyan is volt, és azon lehetett valamit csinálni. Hát persze, mert akkor még telefon volt, nem játékszer gyakorlatilag. Arra
sokszor negyed órát is vártál egy vonalra, hogy legyen vonal, miért nincs vonal, idegesítő volt, de az ember megszokta. Ez hozzátartozott a telefonáláshoz. Van a Ferivel egy nagyon jó élményünk egyébként, ami nem csak nekünk, hanem a gyerekeknek is jó élmény ebből kifolyólag, amikor elmegyünk a táborba. És nemrégiben egy elég jó táborhelyszínt sikerült találni a Fuvor zenekarnak. Hát az utánpótlás zenekarról beszélek, akikkel el tudunk menni, ez a zeneiskola, pont ez a felső tagozott középiskola elejek környékiek. Hát egy páran, igen, igen. De őket mondjuk annyira nem érdekli ez a kütyű dolog még, de ugye vannak az idősebbek ebben a csapatban is már kütyűfüggők szerintem. Tehát állítom, hogy nagyon sok gyerkőc közülük, ezek az ifjúsági zenekarosok közül otthon biztos, hogy ezt bújja folyamatosan. Na most elmegyünk Körtirosba, ahol hál' Istennek nincs tévé, nincs, nincs térerő, nemhogy sokat javít a helyzeten. És gyönyörűen lehet velük nem csak dolgozni és szakmai munkát elkövetni, hanem játszani. És hát én már több éve kérdezem például őket, hogy hova menjünk a következő nyári táborunk, hol legyen, mert nyugodtan változtathatnánk helyszínt. És állítom, hogy az egyik oka annak, hogy ők minden évben ezt akarják, hogy oda menjünk, mert lehet, hogy magukban nem is tudják, hogy pont emiatt, de mint ahogy, tehát ki tudnak szakadni a szokványos, tényleg folyamatosan kütyűnélek életből, és szerintem ezt mindannyian nagyon élvezik, mi is. És senkinek nem hiányzik se a tévé, se a wifi, semmi, amiről nap mint nap egyébként szerintem a gyerekeinkkel csatát vívunk, hogy egy kicsit életet is él. Próba, akkor játék van. Napközben sportolási lehet, a sport, most füvön ott, és ilyen meredek pályán, és ezt szoktunk métázni, ez ilyen terepmétának hívjuk, mert fölfele kell futni, meg lefele kell futni, tehát nem egy sík terepen. Focizni, hát találtunk most legutóbb az egyik magánháznál egy ilyen viszonylag jó kis terepet, oda bekéreckedtünk, mert egyébként focizni is ezen a lejtőn kéne, de meg lehet futkosni, számháborúzni, hát figyelj, a számháború újra felfedezve, aztán nem is tudták ezek a gyerekek, hogy mi az, hogy számháború. Ezekbe bele kell őket vinni, csak nagyon nehéz. Szerintem egy hétköznap otthon, amikor a szülők is alig érnek rá arra, hogy hazaesünk, örüljünk, ha összekészítjük a vacsorát, feküdjünk le másnapi tanulnivalót, táskát, stb. Nem sok idő van akár arra, hogy odafigyeljünk a gyerekre, hogy ő mit csinál, vagy tényleg leüljünk vele egyet játszani közösen. Holott nekünk is jól esik szerintem a felnőtteknek. Úgyhogy nehéz ebből kiszedni őket. Szerintem sokan vannak, akik hazaérnek a gyerekek, és akkor elmegy a szobájába, elvonul, és sokáig, és csak a kütyűn éli az életét. Viccesnek tartom teljes. Ez amikor látok egy baráti társaságot akár az utcán, és egymás mellett ülnek a padon, és négyen nyomják a telefont, és nem egy esetben a mellette, és a mellette ül. Hát ez egyszer, ez vicc. Ebből szerintem lehet, azt nem tudom, hogy csak mi, akik még nem ebben nőttünk föl, mi lesz azok, akik még egy darabig próbáljuk őket ebből kiszedni, és ők már esetleg már nem a gyerekeiket, vagy addigra már rájönnek, hogy nem csak erről szól az élet, nem tudom, hogy ennek mi lesz a jövője, de én bízom benne, hogy vagyunk szülők még páron, akik ebből megpróbáljuk őket kirántani. Fordítsuk meg ezt a történetet. Mi lenne velünk kütyük nélkül? Először meglepődnénk, aztán gyorsan megszoknánk a helyzetet. Beszélek a Nava nevében, vagy a Csabi nevében, mert én nem így nőttem fel, nem volt semmiféle kütyű az én gyerekkoromban, nem még később is nagyon sokára. Tehát az a korosztály, aki nem kütyűfüggőként nőtt fel, az simán harmadnapra azt mondja, hogy megszoktam. Szokás. Ez egy szokás, igen, amiből szerintem ki lehet szakadni. Tény. A gyereket nehezen viselni kell szerintem. Itt bent a városon belül, hogyha most ez megtörténne, amikor úgy... Aztán előbb-utóbb rájönnének arra, hogy van más formája is az életnek. Mert a táborban könnyen elviselni, mert ott kicsit megszervezzük azt, hogy most akkor kütyű helyett ezt csináljuk, azt csináljuk. Itthon lenne nagyobb probléma a gyerekeknek, de rájönnének. Megtalálnák a lehetőséget arra, hogy játszanak egymással, meg beszélgessenek egymással, vagy bármit csináljanak, ami nem kütyűfüggés. Nagyon sok haszna van ezeknek a kütyüknek, nem arról van szó. Tehát én is most mondhatnám azt, hogy a telefonomat használom egy tanítási órámon metronomként akár, vagy zenekaron hangológépként, meg egy csomó mindent ugye már lehet használni. Mondhatjuk ki nyugodtan szerintem, hogy ott a koncertjeinknek a legnagyobb reklámját ott tudjuk elérni igazából már az interneten. Már alig kell hagyományos módon plakátokat készíteni, mert sok értelme a net mellett már igazából nincsen. Jó, nem árt, hogyha van, de maximum visszafordulna szerintem egy kicsit a világ nélkülük a hagyományos irányba.
ahol tényleg plakátokat rakunk ki. Mert de körbenézünk mi már a városban, nem is tudom, hogy hol van például plakátfelület. Hirtelen. Hát ha van is, akkor az napon illegális több helyen van. Hát illegális több helyen van, de tényleg másnap rátesznek. Hát beszoktunk érezkedni kirakatokba. Az biztos hely, mondjuk a belvárosban, kirakatokba, meg a szórólapozni szoktunk a koncertekre. Szórólapozni, csak nem biztos, hogy ezeknek van a legnagyobb hatása, ugye, hanem tényleg a netnek. Most, hogy ez feltétlenül kell, és csak így működik, ebben nem vagyok biztos. Ugye ti is azt mondjátok, meg mindenfajta felmérés is arra utal, hogy az emberek jó része most már ezeken a kütyükön keresztül éri el az információkat is. Tehát nem csak, hogy egymással csevegnek, és nagyon sok mindenre lehet használni, hanem interneten olvasunk újságot, interneten nézünk most már akár tévét, vagy tévéműsort, mert nem is föltétlen a televízió csatornát kapcsoljuk be, és valós időben nézzük, hanem csak ami érdekel, megkeressük interneten, és ott nézzük meg, és még hosszan sorolhatnám ezeket a példákat, hogyha mindez nem lenne, akkor vajon ez az információs társadalom átalakulna-e, átalakulhatna-e? És most az a reményem, hogy oda lyukadunk ki, hogy visszatérnénk a normális emberi kapcsolatokhoz, mert a kütyük bevonásával azt hiszem, hogy van sok-sok nem normális emberi kapcsolata. Nem normálist abban az értelemben használom, hogy leülünk egymással mondjuk csevegőn csevegni, vagy írunk az ismert különféle közösségi felületeken, pedig lehet, hogy a Muki ott lakik két utcával arré. Mert ha valaki elmegy Nyíregyházára, azt mondom, hogy az egy kapcsolattartási forma, de a városon belül is csevegünk számítógépen, és nem így. A szomszéddal is csevegünk. Meg ez, hát tolsz képet ad a világról, amikor csak a Facebookból szerzünk kapcsolatokat, illetve az ismerősökről dolgokat. Meg annyira felgyorsultak így a kapcsolatok. Tehát gyakorlatilag az, hogy most én valamit meg akarok beszélni, akkor korábban lehet, hogy el kellett, hogy menjek valakihez, akkor megbeszéltük, akkor az nem, ha már ott voltam, akkor nem csak megbeszéltük, hogy igen, nem, szia, hanem akkor esetleg tényleg fölmerült más is, tényleg leültünk egymással legalább egy fél órára, és beszélgetünk. Most meg gyakorlatilag 5 másodpercben el van rendezve minden a neten, majdnem ciki, hogyha nem vagy elérhető, és közben meg, hogyha az utcán találkoznánk egy emberrel, ez korábban is fölmerült ez a téma, akkor már nincs időnk megállni vele egyre a fél órás beszélgetésre, mert az már úgymond tényleg az időhúzás idézőjelbe. Holott tényleg meg jól is esne egy kicsit megállni, és nem egy mondat válaszba elintézni dolgokat, hanem esetleg egy fél órás beszélgetés. Személyes kapcsolatokat nem pótolja a kütyű. Szerintem erre mindenki rájönne akkor, hogyha mondjuk elég lenne, hogy egy hét pauza lenne a kütyük világában, internet, stb. Az embernek a nagy része, vagy a többsége rájönne arra, hogy van élet. Hogy van élet a kütyünk kívül is. Igen, nem pótolja a személyes kapcsolatokat a kütyünkön keresztüli kapcsolattartás. Ez a mindig elérhetőnek lenni, ez kiküszöbölhető? Ki? Úgy kikapcsoljuk, mint a szél. Én soha nem kapcsolom ki. Én megmondom. Néha az okostelefon le is fagy emiatt, mert ugye állítólag még ezt is ki kéne kapcsolni, de és nagyon sokan vannak, akik ott alszanak a telefon mellett, vagy a telefon alszik mellettük, és azt várják, hogy mikor szólal meg, és mikor kell kavarni kicsit, vagy megbeszélni valamit, vagy elindulni valahova, vagy egyeztetni, én vagy pénzt keresni vele. Én néha félreteszem magam. Tehát én megmondom, de ezt is meg kell tanulnom, mert én is volt, hogy időszakomban mindig, tehát menni kellett egy fellépésre, egyébként is egy kicsit késős vagyok, de azt biztos, hogy egy zenekarral megy, készülünk valami fellépésre, én nekem még már felnézést fölhúzom a nadrágomat, addig fölveszek 5 telefont, mert hogy mégis hova kell jönni, mikor kell jönni, én miért kell jönni, jártal, de ez már nem. Tehát most már megteszem azt, hogy oké, le is fordítom, lenémítom, még a rezgést is leveszem róla, és aztán intézik. És el tudják intézni máshogy. Tehát nem, most már azért kezdik. Meg kell tanulnia az embernek. Így van, meg kell tanulni, mert én mondom, én is benne voltam ebbe, és nagyon-nagyon rossz volt. És utána meg a fejmosás, az mindig megvan. Miért nem érsz, miért nem így jött össze, amúgy jött össze. De tényleg, ezt rengeteg telefon, tehát ez már egy idő után sok. Sok. Muszáj néha kikapcsolni. Egy hétvégén is azt mondom, hogy igenis inkább, hogyha kimegyek én a garázsba és intézem a saját dolgaimat, már nem viszem magammal a telefont. Tehát inkább benhagyom a lakásba, aztán majd szépen visszahívom az embereket. Mert nem kell fölösleges kapkodni és annyira pörgésbe csinálni és élni az életünket, szerintem. Aztán persze vannak olyan kütyük is, amik akár segítenek is nekünk. Jó, a telefon is segít, tehát azért jó, hát, ha okosan használjuk, így van, akkor segít. De most mondok egyet, mondjuk egy MP4 lejátszó, csak hogy
szakmába vágjon, vagy hát részben kapcsolódó legyen, amin akár komoly zenét is tudok hallgatni, mondjuk utazás közben, vagy séta közben az utcán, ha éppen nincs kedvem beszélgetni. Tehát van a kütyüknek olyan világa, de megint az, amit te mondasz, és most már többször, hogyha okosan használjuk, akkor viszont kiegészíthetnek, akár egész jól is, mert el tudom vinni otthonról, mondjuk a lemezjátszó és a CD játszó mellől, ekkora formátumban a nem tudom én hány gigabájtnyi zenei anyagot, és akárhova az mehetek, és hallgatok. Vagy hangos könyvet hallgathatok. Tehát azért nagyon sok minden, ami pozitív ebből a technikai fejlődésből. Én is használom a tanítás közben is, bármikor meg akarok egy új darabot kiadok növendéknek, akkor megtudjuk most már, hogy a neten minden fönt van. Nem nagyon van olyan darab, amit nem tudok meghallgattatni valamilyen variációban. Maximum leszűrjük belőle a tanúságokat, hogy jó vagy nem jó, mit kéne máshogy csinálni. Mindenesetre meg lehet hallgatni, és ez egy nagyon jó dolog. Tényleg tudni kell, hogy mire használom és hogyan használom. Vannak persze természetesen hasznos és azonnal elérhető oldalai ennek a dolognak, de azért határt kell szabni. Amit az előbb mondtál, a hangos könyv. Én annyira nem vagyok oda a hangos könyvekért, vagy nem vagyok a híve a hangos könyveknek. A hagyományos könyvnek vagyok a híve. Ha te utazol és jól esik hallgatni egy hangos könyvet, hát akkor jól esik olvasni is. Szerintem. Ebben igazad van. Ezt készséggel aláírom. Egyre kevesebbet olvasnak az emberek, és hát ez a kütyüknek is a hatása. Meg sok mindennek a hatása, de a kütyük is elveszik az embernek az idejét az olvasástól. Volt egy ilyen vitám, na, akkor ezt nektek is földobom, nem mondom, hogy én melyik álláspontot képviseltem, hogy pont az, amit te mondasz, hogy ha már a gyerekek, és tegyük hozzá zárójelben, a felnőttek sem olvasnak, akkor vajon nem előrelépése, vagy legalábbis pozitív irányba ható dolog, hogyha legalább egy hangos könyvet meghallgat, akár uram bocsá, a kötelező olvasmányt is mondjuk így fogadja be, mint hogyha nem is olvasná el? Nem. Én valahogy éreztem, hogy ez lesz a válasz, hogy jó. Figyelj ide, most a gyerekekhez visszakanyarodva, ha a gyerek nem tanul meg olvasni normálisan, értő módon, akkor később a tanulással is problémái lesznek, mert nem tudja értelmezni azt, amit felületesen olvas. Ha pedig már megtanult normálisan olvasni, akkor élvezni fogja az olvasást magát. Tehát akkor nincs szüksége arra, hogy hangos könyv formájában ismerje meg azt a könyvet, amit akár kötelező olvasmány, akár csak a saját szórakozására akarja. Persze vannak olyan esetek, amikor sötét van, kiégett a lámpa, és nincs itthon tartalékizó, de olvashatnék, van, akkor meghallgatom. Jó, most ez poénosra vettem. Eleve, nem? Tehát amikor én olvasom, akkor egy kicsit a saját képzeletemet sokkal jobban felhasználom, meg jobban belemerülök, mint hogyha csak meghallgatom. A meghallgatás közben lehet mást is csinálni. És állítom, hogy aki csak hallgatja, az közben csinál mást, nem? Az nem volt. Az maga az a mozdulat, hogy fogom a könyvet a kezembe. Leveszem a polcról. Ez már egy, nem tudom kinek mit jelent hozzá nekem, az már egy örömteli dolog az, hogy megfogtam azt a könyvet. Annak a könyvnek van egy esztétikai értéke is, de a tartalomtól meg függetlenül. Is. Tehát akár illata is. Így van. Lelkem mélyen tökéletesen egyetértek veletek, de nyilván kiderült, hogy én a másik álláspontot képviselem, de pragmatikus okokból akkor ezt most folytassuk egy picit tovább, mert azért megnézhetnénk, hogy például hány gyerek olvasta el az elmúlt 10 esztendőben mondjuk az Egri csillagokat. Ha az kimarad, már pedig nagyon sokaknál kimarad, akkor lehet, hogy egy fokkal, a rossznál egy fokkal még mindig rossz, de talán jobb, hogyha legalább meghallgatta, és hogyha, ha uram bocsá, leülünk ilyen körben, és mondjuk elkezdünk az Egri csillagokról beszélgetni, mi tudunk az Egri csillagokról beszélgetni, valamennyit, biztosan. Ha 30 év múlva ugyanilyen mukik ülnek itt, akkor ők nem biztos, hogy tudnak az Egri csillagokról beszélgetni, tehát akkor már legalább megismertetem vele. És aztán lehet, hogy a könyvet ennek hatására kezébe veszi, vagy egy másikat. Tehát csak ez a pragmatizmus, mert egyébként tökéletesen igazatok van. Csak ezt az oldalát is így egy picit próbálnám. Ebben is fontosság. De azért kicsit én például, a fiam nem szeretett olvasni, nem is, hát most sem azt mondom, hogy szeret olvasni, de erőltettük neki azt, hogy igenis. És most már nagy meglepetésemre, amikor beültünk egy hosszú útra, kocsiba, és elővesz egy könyvet a táskájából, amit ő maga pakolt el. Tehát ez már egy hatalmas lépés. És bármi is legyen az, de akkor elővesz, és tudja, hogy a kocsiba őt azzal el fogja tudni ütni az időt. Ritka jelenség, de már a kocsiban legalább megcsinálja. Ez szerintem nagyon jó. És hogyha akkor lehet, hogy azt mondtuk, hogy jó, legalább hallgasd meg,
akkor itt nem biztos, hogy itt tartana, hogy azért betesz egy könyvet a táskájába. Tehát először meg kell próbálni megszeretetni a könyvet, az olvasást. Ha ez nem megy, akkor, akkor legalább hallgass meg, igen. Tehát akkor neked is igazad van, nekünk is igazunk. Csak tényleg pragmatikus oldalról akartam, mert szerintem ez is ehhez a témához kapcsolódik. Megoldás lehet, csak egy másodlagos. Csak nem jó, nem föltétlen jó megoldás. Akkor tehát használjuk mértékkel, okosan, lehetőleg minél kevesebbet, és arra használjuk, amire való, meg ahol tud bennünket segíteni. Nagyjából így össze lehet foglalni a kütyümütyű témát. Körülbelül ennyibe, igen. Szórakozni is lehet a kütyümütyükkel, okosan. Akkor szórakozzunk okosan, de most már a kamerákon kívül. Nagyon szépen köszönöm, hogy egész héten itt voltatok. Önöknek köszönjük egész heti figyelmüket, ha éppen ezt a fajta kütyüt választották, mert egy tévé is lehet kütyű természetesen. Jövő héten kettő ismét Kanizsa Café, itt a Kanizsa Televízióban. Kellemes hétvégét kívánok, viszontlátásra! A műsor asztali dekorációját a bíborvirág készítette.